A rendezvényt a Babits Mihály Kulturális Központ és a Mentál Higiénés Központ közösen szervezi. Berlinger Attila elmondta, szoros együttműködés áll fent közöttük, és roppant szerencsésnek tartja, hogy így olyan szín is a kavalkád egyvelegébe kerülhet, ami bár fontos, a mindennapiságban talán mégsem kap akkora hangsúlyt, mint kellene. A Kulturális Központunk este is készül kiváló programokkal. Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertjét láthatják a színházteremben az érdeklődők. Azt hiszem ez a páros ez önmagáért beszél, hogy nem csak hölgyeknek, hanem mindenkinek, férfiaknak is szerintem ez egy kiváló alkalom lesz ide látogatni hozzánk. Majd 10 órától a placon a tavalyi nagy sikerű retro diszkó partink ismétléseképpen ebben az évben is várjuk a táncos lábúakat. Ki is lehetne egy kiváló DJ ezen az estén, mint Bétót László, a hosszú évtizedek óta ismert lemezlovas. Táborfi Gábor kollégánkkal együtt azt hiszem egy nagyszerű hangulatot fognak varázsolni. Csajos cuccok, szépségápolási tippek és trükkök, bababőrze, és még sok-sok más is terítékre kerül. Táncos bemutatók, salsa party, és nagyon-nagyon sok érdekesség vár mindenkit, úgyhogy arra kérem a kedves érdeklődőket, hogy a szexadagora.hu oldalon nézzék át azt a részletes programot, mindenki választhat ebből a kedvére valót, és nagyon fontos elmondani, hogy a színházi és a diszkón kívül még egy egész napos mozi programmal is jelentkezünk, természetesen csajos és családi filmekkel, itt a rajzfilmektől egészen az utóbbi időszak kedvelt hölgyek által különösen kedvelt mozi műsorait, mozi előadásait kedvezményes áron lehet aznap megtekinteni, minden adott a jó hangulathoz. Köszönjük szépen a hölgyeknek azt a sok energiát és áldozatot, amelyet értünk férfiakért is tesznek, igyekszünk ezt egy kicsit meghálálni. Mindenkit sok szeretettel várunk. Pócs Margin szerint nagyon fontos, hogy a nőiséget, a női szerepeket is bemutassák, sőt, az általuk szervezett programokon az érdeklődők megélhessék ezeket. Az első csoportba tudom sorolni azokat a nagyon mély személyes jelenlétet, interaktivitást is feltételező együttlétet, amikor is a kreatív színházban tudnak közösen együttműködni, és a női szerepek témakörben tudnak majd együtt dolgozni, Bodonyi Iván játékmester vezetésével, majd a Életerő meseműhely most fog indulni és debutálni ezen az alkalmon, amelynek minden hónapban lesz egy folytatólagos műhelymunkája, tanztünde mesekutató vezetésével, és légzéskoordináció és légzésterápiával is tudnak ismerkedni azok, akik igénybe veszik majd Halász Gábor légzéstrénernek a megajánlott foglalkozását. A Mentál Higiénés Központ szervezésében olyan érdekes előadások hangzanak el, mint Antal Valitól a Miért van a nők kezében a világ egészsége, vagy Barakádár Katalintól a szorongás, félelem és megküzdés. Nők a nőkért bábosság történetének érdekességeit fogja előadni Galinger Bodrogi Boglárka szülésznő, Jólét nőként a ruhanó mindennapokban Műkovács Linda Jólét nagykövet előadását is hallhatják. A nőiséget kiteljesítő saját élményű foglalkozások sora részünkről a Gerinc Fitness-szel indul, Patkó Kata Pilates oktató vezetésével, hangfürdő és hangutazással is megkínáljuk a lányokat, asszonyokat. Halász Gabriella egészségfejlesztő fogja vezetni ezt a szép foglalkozást, és ezeket a szép mozgásos formációkat a jóga fogja az áramlás, mozdulatlanság és elcsendesedés összefoglaló címmel Kulisitné Finta Ágnes jóga oktató ajánlani az embereknek. A sajtótájékoztatón a Dolce Dance tánciskola két táncosa egy kis ízelítőt is tartott a latinos ritmusokból, ők is szívesen várják majd a szalsza iránt fogékonyakat.